Megjelent a kormányrendelet, ami alapján támogatást kapnak a sertéskocatartók. Ők azok, akik a megemelkedett költségek miatt felszámolják a tenyészetüket. Ezért a kormány egy egyszerű, rendkívüli támogatásba tudja őket részesíteni, 20 000 forint per darab. Én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős szám, és az állatjóléti támogatásokat is pluszba megkapják. Én beszéltem egy-két állattartóval, akik azt mondták, hogy még azt kéne szorgalmazni, hogy ezeket a támogatásokat előrébb hozzák a kifizetést. A baranyai helyzetről azt mondta az elnök, hogy vegyes a kép a megyében. Valaki már megszüntette az állományt, ezeknek a drasztikus áraknak a hatására a terményárak nagyon elszabadultak. Azért a kukorica, mondjuk meg őszintén, ilyen 95 ezer és 100 ezer forint között is cserélt gazdát. Igaz, az a mai nap nem igaz, most ilyen 90 környék mozog. A búza 115 ezer volt tonnája, tehát azért jelentősen megdrágította, a szójáról, a többi fehérjéről nem is beszélve, ezért az állattartók a kivágás mellett döntöttek egy-kettő, hál' Istennek Baranyában ez nem jellemző. Azonban országosan, sőt EU szinten nagyon rossz a helyzet ebben az ágazatban, mondta a sajtónak az agrárminiszter néhány napja. A takarmány és energiaköltségek drasztikus megemelkedése, az afrikai sertéspest is terjedése, valamint a kínai piac beszűkülése miatti rendkívül alacsony felvásárlási árak történelmi mérték uniós szintű válsághelyzetet idéztek elő. Ezért az ágazat túlélése érdekében az Agrárminisztérium 4 milliárd forint keretösszeggel új támogatási programot hirdetett meg a gazdálkodóknak, ami kocánként 20 000 forint egyszeri támogatást jelent.